Sziasztok, szeretném nektek bemutatni Kővári László, Star Agent, Turbo Star Agent, igaz, ilyen fokozat nincs a DX-embe, de nem kell neki 8 hét ahhoz, hogy Star Agent legyen. Laci, az első kérdésem az volna, hogy mit tanultál az utat során, ugye, igaz, hogy ez egy rövid út volt a nullától idáig, de mégis. Hát a DX-en utam során is nagyon sokat tanultam, de hát úgy az egész életutam nyilván benne van. Szerintem minden cselekvésében benne van az embernek maga az életút is. Persze. Hát rengeteget, sok mindent. Mondjuk konkrétan akkor a DX-en azt tanultam, hogy ami abszolút tetszett. Mondjuk az a legelső, hogy a termékek jók. Mert én január óta, idén január óta keresgéltem valami olyan terméket, ami nekem jó, ami az én egészségem javításához megfelelő lesz. Én ez alatt a viszonylag rövid idő alatt azért kipróbáltam három céget is, azt hiszem. Három terméket, mert a terméken van a hangsúly. Nem jók, nem voltak jók, nem váltak be, egyik se. Azon kívül hát más egyéb elsősorban emberi problémákkal találkoztam, amikkel én nem tudtam azonosulni. Aha. Úgyhogy aztán végülis véletlenül találkoztam az DX-ennel, bár nyilván semmi nem véletlen. Úgyhogy hogy, hát ugye a DX-enig vezető utam, hát ez ennyi. Aztán az eredményhez vezető út, hát az meg, azt nem is tudom, az csak úgy jött magától, mert hát hogyha már egyszer csinálok valamit, akkor csináljam alapon. Meg hát az az igazság, hogy nagyon sok más dolgom nem is nagyon volt. Én ugye idegen vezető vagyok, és hát megszűntek az utak, semmi, hát ezt tudjuk. De szerintem ezeket ki kéne vágni, ez már nagy bőlére eresztett dolog, ez van, nem jó. Nem, igazából azt akarom mondani, hogy én úgy gondolom, de erősítsznek, hogy így van-e, hogy te pusztán azt tetted, amit mindenki mond, hogy az MLM-ben azt kell tenni, hogy jó sok embernek meg kell mutatni, hogy van ez a lehetőség, igaz? Hát tudod, én azt tanultam, azt tanították konkrétan a megelőző 2-3 helyen, ahol voltam, hogy nyomulni. Uh-huh. Nyomulni, ugye az egy nagy duma volt, hogy, és én utáltam ezt a szöveget, azt mondja, hogy figyelj ide, ha te nem jössz, akkor megcsináljuk nélküled. Tehát ez olyan nyomulós, meg nagyképű szöveg, és én ezeket nem szeretem, mert nekem ez nem stílusom. Nekem legelső az, hogy ha valamit mondok, akkor azt tényleg használjon az embernek, meg az ember. Uh-huh. A legfontosabb az ember. Na most, hogyha az embert én nem tudom megérinteni azzal, amit mondok, nem tudom megérinteni a lelkemmel, akkor fölösleges bármiről is beszélni. Nos, engem sajnos nem érintettek meg ők, azért kerültem nyilván ide. Hát itt jók voltak a termékek is, hát amelyeket ismertem, meg hát nagyon még nyilván nem is ismerem mindenkinek, és föl tudtam vállalni azt, amit képviselek. Nem te vagy az egyetlen, akinek valami hasonló ok miatt vezetett az útja ide, akár Kócsó Lászlót is említhetem, mert őnek is így volt, hogy nem tudott azonosulni azokkal, akik próbálták őt kvázi beszervezni korábban, de itt a DX-ben megtalálta ő is a helyét. Hát nagyon helyes egyébként, hát nyilván, hogyha ugye minden organizmust az emberek alkotnak, mármint itt a Földön, tehát nyilván attól függ egy-egy szervezet működése, hogy milyen emberek alkotnak. Hogyha olyan emberek alkotják, akkor az csak annyit is ér. Na most egy Kócsó Laci, akit abszolút nem ismerek személyesen, csak ugye hírből, vagy mondjuk téged, Zoli, hát nyilván ti valamilyen szinten példák vagytok. Na most, hogyha ti olyan példák vagytok, ami nekem nem felel meg, akkor én biztos nem vagyok itt. Mire vagy a legbüszkébb, amit elértél? Mármint az üzletben? Hát tehát akár az üzletben igazából mást is mondhatsz, tehát egy sikert, amire büszke vagy az életben. Amikor büszke lehetek, vagy büszke lehettem volna régebben is, ugye az elmúlt életemben, akkor is inkább háttérbe szorítottam magam, de hát ezt én tettem. Ezt én tudatosan csináltam, annak ellenére, hogy rendkívül szomjaztam nyilván az elismerést, mert az mindenkinek kell. Igen, igen. Kinek mondtam el először, ugye ezt a, hogy én ezt elértem. És én ezt nem mondtam el. És ezt nem mondtam el rögtön.
És nem tudom, hogy miért, illetve aztán elkezdtem kutakodni, mert ugye te mondtad, Zoli, hogy ez egy, hát azért valamit erre mondani kell, mert hogyha azt mondom, hogy senkinek, az is egy válasz, igen, de teszem persze, hogy említettem a páromnak, tehát ez olyas, nyilván a gyerekkoromból adódik, én ott sem mondtam meg például, hogyha ötöst kaptam az iskolába. És akkor itt most megint vissza lehet ugye arra csatolni, hogy miért csatlakoztam mondjuk a DX-enhez. Hát azért többek között, mert nincsenek üres összejövetelek, és ott nincsen ilyen üres optimizmus, ami gyakorlatilag egy kirakat, ami semmit nem ad az embereknek, azt adja, hogy egy vagy két napig föl vannak dobva, és akkor, amikor hazamegy a szürke hétköznapokba, akkor tulajdonképpen semmi nem történik vele. Mert lelohad a két-három nap alatt az a lelkesedés, amit földoppingolnak, ez olyasmi, mint hogyha kábítószer szerezik valaki, és akkor föl van dobva, aztán utána jön a nagy megsemmisülés, a semmi. Na most, ugye itt viszont ebben a DX-emben ezt nem tapasztaltam. Meg is lepődtem egyébként, és hát nyilván ez egy módszer, és az egy nagyon jól működő módszer szerintem. Tudom én azt, hogy itt a DX-en hierarchiában az SA nem egy olyan óriási szint. Sőt, hát legyünk őszinték, hát a legelső szinttől egy lépéssel van az ember följebb. De Laci, ez a legfontosabb szint a DX-en, mert ha nincsen Star Agent, akkor nincs gyémánt se. Tehát ez a legfontosabb szint. Biztos, hogy az jó, hogyha mondod, mert ugye mindent még én se értek, hogy ez hogy is működik. Föltetlen tényleg az, hogy gyorsaság véget, ezt nem teljesen értem. Mondjuk ezt nem árt tudatosítani, hogy ez mennyire fontos szint. Hát igen, ez nekem volt jó, nekem okozott egy belső örömet. Aha. És ez nem esett le rögtön, hanem azért ehhez kellett egy olyan másfél-két nap, amíg láttam például, hogy ez a kis videó, amit te ott összeszerkesztettél, ami nagyon jó, szuper, nagy mester vagy ebbe, hogy ennyi. És akkor ott az a zsiráffej, meg ott azok a színek, amiket te alkalmazod, nagyon jók, és akkor úgy szépen fölépítve, hogy az a kis két-három perc, vagy még annyi se, nagyon jó. És akkor leesett, hogy ennyi, Laci, tehát ezt tényleg elérte. És akkor utána meglapozgattam a kis füzetemet, és nézem, hogy ez tényleg ez sok pont. Amikor elkezdtem, te úristen, SA, mi a rosszabb, az SA, azt sem tudtam, hogy mi az, meg hogy mennyi pont, és akkor olvasom, hogy egy Lingzi Café, ugye 14 pont, vagy még annyi sincs, 10 fel, nem tudom. 11 és fél, köszönöm, és akkor hogyan van, mikor lesz ebből? És kérem szépen, egyszer csak ott volt, és mit is tettem érte? Igazából észre sem veszem, hogy mit tettem érte, mert azt csináltam, ami úgy jól esett. Ez örülök. Azt csináltam. Laci, nem akarom beléd folytani a szót, de ha már itt tartunk a sikernél, hogy ez egy fontos mérföldkő volt, mondd el, hogy milyen terveid vannak tényleg. Álmodj nyugodtan nagyot, mit szeretnél elérni? Hát nézd, hála Istennek egyébként, és akkor ezt erre mindenképpen ki akartam térni, hogy azt mondja, hogy én. Hát rendben van, én értem el, de hát azért nem egyedül, tehát nem egyedül vásárolgattam ezeket a pontokat, hanem azokkal az emberekkel, akik, és ezen érdemes elgondolkodni egy picit, azokkal az emberekkel, akik elhitték nekem azt, hogy hát érdemes a Lacival tartani. Aha. Mert nem hazudik. Őszinte, lehet, hogy azt is sugározza. Persze, hogy nem mindig. Persze, hogy rengeteg a nem. Ugye azt szokták mondani, hogy a nemekből építkezünk, azokból lesznek majd az igenek. Milyen nagy igazság egyébként. Csak hát el kell viselni a nemeket, és sokkal több a nem nyilván, mint az igen. De azok az emberek viszont, akik hisznek neked, azokkal csodákat lehet tenni. Azokért viszont felelősséget kell vállalni. Persze, ugye itt a két módszer, hogy akkor én mehetnék előre, mint a Mika, és akkor mindenkit letarolni, mindenkit lenyomni, hogy na most akkor gyere, mert ez a szuper, meg mindenféle ígéretekkel, és biztos jönnének is velem. De azok az emberek, akik bólintottak nekem, azokkal én úgy érzem, hogy törődtem, meg törődök most is.
és érdekel, rájuk kérdezek. És nem úgy, hogy nem most akkor fügyő üdö, mert ha nem csinálod, akkor aztán irgumburgum. Nem, hanem beszélgetek velük. És akik ezt megértették, igazából nekem az ő segítségükkel sikerült ezt elérni. És én őszintén, a legőszintébben azon vagyok, hogy nekik ugyanígy sikerüljön. Az igaz, hogy ez nekem is jó, persze, de én azt szeretném, hogy ők örüljenek. Hogy ők megérezzék ugyanezt a kis pécikek és ízt, ami annyira jó abban a sok örömben. Az öröm igazi ízét. Ezt szeretném. Laci, köszi szépen. Azt akartam igazából kérdezni, hogy miért érdemes hozzá csatlakozni, mit mondanál másoknak, de erre te már most válaszoltál is gyakorlatilag. Én még hozzátenném, hogy tudom, hogy neked van egy szerbiai csapatod, ahova elég nehéz most terméket eljuttatni, és hogy te elmész a boltba, megveszed, kiviszed a parkolóba, ahonnan a busz leviszi, stb. Szóval ezt se csinálja mindenki. Igen. Köszönöm szépen a beszélgetést, hajrá, és cél a gyémán! Oké, köszönjük szépen. Köszönöm szépen az érdeklődést.